Jedik. A galaktikus köztársaság béke fenntartói. Gyávák. Dagonyáznak. Fészket raknak. Bujkálnak a béke érvényesítése mögé. Az erejük folyóban. Mélyen belül már érzik, hogy nem tarthatják meg a rendjüket örökké. És amikor elérkezik az idő, hogy a sötétségbe legyenek taszítva, én ott fogom várni őket. Mól haraggal a szívében ugyan, de mint mindig, most is engedelmesen reagált mestere utasítására. Ahogy kívánod, mesterem. Már is indulok a Kellux rendszerbe. Garantálhatom az érdekeid védelmét. Igen, igen biztosan. Mi másra is számíthatnék. A következő pillanatban pedig már a Kellux felett keringő Lakrehalk osztályú csatahajót pillanthattuk meg. Megsérülve és lebénulva teljesen. Körülötte, mint valami szimpla űrszemét, ott levegett több tucatnyi kesejű droid lebénulva. Maul a képernyőjén megpillantott néhány gömbszárnyú vadászt, melyek éppen a roncsok közt portyáztak. Nem is sejtve, hogy egy jól álcázott hajóról, a szkimitár fedélzetéről fékezhetetlen vérszomjal figyeli őket a végzetük. Figyelj, Drál, valami közeledik a hátadnál. Mi? Honnan jött, mi az? Protontorpedók, pont ott vannak mögötted. A szitek az árnyakból dolgoznak. A létezésemnek nyomtalannak kell maradnia. De van valami magával ragadó a megjelenésben. Még több szemét a mesterem asztaláról. A hajó semmiből jelent meg. Álcázót használ. Én magam vagyok tiltott. Figyelj, figyelj, aknákat dob ki! Miközben Maul módszeresen sorban megölt mindenkit, aki elé került, lassan elszabadultak a gondolatai. Egyre inkább győzködte magát, hogy megérdemli, hogy végre kiélhesse a vágyait. Az sok évnyi kiképzés. A rengeteg büntetés, amit kibírtam. Megtanítottak gyűlölni. De az undoromat mégsem engedik levezetni. Úgy van, ahogy megmondtuk. Nekünk erős szövetségeseink vannak. Talán bölcsebb lenne feladni végre. Még egy szó kijön belőled, és esküszöm, kidoblak az űrbe, mint a szemetet. Csak egy hajó van odakint. A gömbszárnyúaknak már el kellene. Már is a fedélzetem van. Át fog jutni az ajtón. Készüljetek fel, amint átjut, szavatokra lőjük. Milyen furcsa. Ironikus. Ahogy sürget a dolgok sűrűjébe a szenvedély. A mesterem pedig mégis azt kívánja, hogy várjam ki az én időmet. De kalózokat mészárolni. Szörnyekre vadászni. Már túl régen terelik el a figyelmet. Én vagyok a legélesebb kés mesterem arzenáljában. És mégis hagyja, hogy használatlanul elkopjak. A zavarodottságom. A szorongásom, a vágyam, hogy megpróbáltassak a Jedik ellen, egyre csak mélyül. Ne, kérlek, várj, tudom, mit akarsz. A fénykard. Te egy Jedi vagy, igaz? Én tudok cserélni, kereskedni információval az életemért cserébe. Van egy info, amit biztosan tudni akarsz. Beszélj, és majd eldöntöm, hogy a titkod megéri a kegyelmet. A névig Seth Xrexus mond neked bármit. Ő a Xrexus kártya egyik vezetője, és ő elfogott a Jedi Padawant, ha a pletykák igazak. A rabokat pedig el szokta árverezni. Hát odakint sokkal több forog kockán, mint egy torok elvágása. Ott nem így, hanem pénzzel játszanak hatalmas összegekkel. Hol? Látod, tudtam én, hogy mi jól kijövünk majd. Egy kicsit ki tudjuk egymást segíteni, nem igaz? Hol? Nincs igazán több információm, de ha... Egy tanuló padawan. Egy tanítvány, akárcsak én. Túszokat tartanak, és feláldozzák őket annak, aki többet kínál. Jól csináltad. Megmentettél engem. És végig fedett maradtál. Nagyon meg fogunk jutalmazni, ha végre beszámolhatunk Sidious nagyúrnak. Milyen kár, hogy a kalózok megöltek mindenkit, mielőtt én ideértem a hajóra. A mesterem megtarthatja a titkait, ahogy én is a sajátjaim. Ez a padawan. Egy tanuló,
amivel a gyűlöletem elé állátok, és várja, hogy kiszabadítsam. Biztos nincs sok időm, mire a Jedi felállítanak egy saját mentő alakulatot, de el fognak késni, én fogok elsőnek odaérni. Ezekkel a gondolatokkal Darth Maul már a szkimitár fedélzetén ült és fénysebességre kapcsolt a következő célpontja felé véve az irányt. Egészen pontosan a Nar Shaddaa felé. Mi pedig, kedves rajongók, itt és most végeztünk mára az első fejezettel. Remélem élveztétek és érdekesnek találtátok. Természetesen ezt a kánon tartalmat én választottam ki, azonban, mint ahogy ígértem is, a Star Wars Akadémia közösségi fülén ezzel a videóval egy időben nagyjából kikerült egy szavazás is, melyben az általatok említett képregények közül tudtok majd választani egyet, melyet szintén el fogok készíteni. Igyekszem majd nem túl nagy szüneteket hagyni az epizódok közt, tehát legalább heti egy résszel kijönni, de nem ígérek semmit. A lényeg, hogy Darth Maul ezen kánon képregénye egy igazi gyöngyszem. Amennyiben pedig várod a folytatást, akkor iratkozz fel a csatornára és nyomj egy lájkot, hadd lássam, mennyire is érdekel a következő rész. Egyébként, aki időben szeretné elhelyezni ezt, az nagyjából a baljós árnyak eseményei elillője be egy, max. Két évvel. Ha van bármiféle észrevételed vagy tanácsod, akkor pedig ne tartsd azt magadban, írd le egy komment formájában nyugodtan. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is. Továbbá külön köszönöm a Patreon támogatóknak is a hozzájárulásukat, nagyon-nagyon sokat jelentenek ezek a csatornának. Persze, természetesen mindenki másnak is hálás vagyok, aki feliratkozott és egy-egy lájkkal vagy megosztással támogatott. Köszönöm a figyelmeteket, hamarosan ismét találkozunk, addig is az erő legyen veletek, na szevasztok!